Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Ma két hölgy vendégem van, legelőször is magyar Borit mutatom be önöknek, akik már ismerik őt, szerintem már volt itt a rádióban. Ő a Borivan duó énekesnője. Egyébként nagyon sok egyéb más formációban is zenéről is beszélünk, és a másik vendégem pedig Ulicsák Sarolta, a Ádám Villa képviseletében. Azt hozza őket ma össze, meg engem is, hogy most lesz a Jazzel a világ körül sorozat negyedik, úgymond évadzáró, az első évadnak a záró koncertje, ahol a Borivan duó fog fellépni, és ezügyben interjúlom meg a két hölgyet. Akkor legelőször is kezdeném Borival, hogy egy kicsit halljunk arról, hogy a Borivan duóról mit lehet tudni. Ami helyenként most már jól adtam trió, de most csak duó formában fogtok fellépni. Igen, most még ez egy duó formációs koncert lesz. Időközben kiegészültünk trióvá egy ilyen fél évvel ezelőtt, de még zajlanak a próba folyamatok. Igen, tehát itt most beszéljünk akkor esetleg rólad és Iváról. Igen, az alapformáció ugye a duó. Tabeira Iván, ő egy urugvái fiatalember, Urugvájban született, és 79-ben, amikor ő 10 éves volt, akkor jöttek Magyarországra. Úgyhogy tulajdonképpen egy latin ember, latin érzelmekkel, latin zenei világgal, de mégis egy magyar, abszolút magyar ember is. Az ő dalai azok spanyolul íródnak, és abszolút jellemző rájuk ez a latin ritmusvilág. És a mi zenénk, amit mi együtt csinálunk, az egy fúzió a latin zene és a magyar népzene között. Tehát ez egy koncepció, hogy az ő dalaira, illetve például kubai dalfeldolgozásokra, dél-amerikai, illetve spanyol dalfeldolgozásokra magyar népdalokat illesztünk rá. Igen, azt hiszem, ezt múltkor volt, hál' Istennek voltatok itt egy felvételen, egy párat ebből be fogunk majd játszani, ahol már hallhatták, de mondanál egy-két példát, csak hogy a hallgatóink is picit tisztában legyenek velük, tehát milyen latin dalt kell elképzelni, és az milyen magyar dalt fogtok fúzionálni? Hát például van a Csáncsán, talán az, ami a legismertebb, uh-huh. Ezek közül, illetve a repertoárból, amit játszunk. Ez egy Buena Vista Social Clubos dal. A Csáncsán, biztos, hogy mindenki ismeri. És ehhez tettünk egy... most gondolkodom, hogy milyen népdalt. Mindegy, tehát egy magyar népdal feldolgozást tettetek hozzá. Igen, igen, igen. És ami még érdekes, hogy visszafele is működik, tehát magyar népdal fordításokat is csinál az Iván, műfordításokat. Uh-huh. Például a Csitári hegyek alatt. Azt lefordította spanyolra? Lefordította spanyolra, és úgy szoktuk előadni, hogy nem egy magyarul, aztán pedig spanyolul is. Nagyon érdekes. Az a nagyon érdekes, hogy különképpen két dal egy lelkülettel szól, és még a ritmikát is nagyon összetudtátok szerkeszteni. Ez hogy jön? Mert nem egy egyszerű dolog. És úgy, hogy ez még harmóniában és nagyon élvezhető formában megszólaljon. Hát ez általában úgy történt, hogy próbáltunk, vagy zenéltünk, és nekem egyszer csak jött egy benyomás, hogy akkor mit kéne most oda énekelni, vagy meghallottam egy népdalt arra a zenei körre, arra az akkordmenetre, arra a ritmusra, és ráénekeltem, nem mindig, de mondjuk az esetek 95%-ában nagyon, nagyon szépen odaillett, oda tudtuk illeszteni. Erre még visszatérünk, de most egy kicsit térjünk át a sorozatra. Ha jól tudom, és most Sacihoz fordulok, ez a Jazzel a világ körül első 4 hónapjának a záró akkordja lesz. Mikor lesz pontosan? Egészen pontosan 2016, ugye idén január 28-án, ez egy csütörtöki nap, és azért rendhagyó az a negyedik de záró koncertünk, az első évad záró koncertje, mert ugye az első 3 az még tavaly volt, úgyhogy itt egy hivatalos és egy évugrás utáni folytatás következik, de még ugye az első évadból záródunk ezzel a koncerttel, és még a koncert elején, az első koncert után beszélgettük többen, hogy melyikre vagyunk kíváncsiak, és nagyon sokan várták ezt a spanyol-magyar formációt. Jól tudom, már egy csomó jegyel is kelt.
Igen, és pont meséltem, amikor tartottunk ide, hogy az egyik partnerem, aki borokkal foglalkozik, ő, akkor meglátta a szoropot, ez volt az első gondolat, hogy a nagybátyja talán, nem akarok hülyeséget mondani, ő Amerikába jött, és a jazz a minden, és hogy ilyen van, hogy spanyol jazz, mármint, hogy formáció, úgyhogy ő azt mondta, hogy azonnal szeretné két egyet venni, és ezzel idézőben letudta a karácsony ajándékát, és nagyon örült neki, úgyhogy... Így is kerülnek eladásra egyek, hogy spontán találkoznak, vagy találnak rá a koncertre, de hát nagyon sok érdeklődő van amúgy is a honlapunkon keresztül. Egy picit akkor tekintsünk át ugye az első évet, aminek ez egy nem éltó befejezése lesz. Nézzük meg, hogy kik léptek fel eddig, és mik voltak a benyomások. Azt tudni kell, hogy nem csak mint riporter veszek részt az elemben, hanem ennek ebbe az folyamatban, hanem a művészeti vezetője is vagyok ennek a sorozatnak. Tehát bizonyos dolgokon, majd én is megpróbálom Sacit kiegészíteni. Ugye ez egy koncertsorozat, és a címét, tehát címében hordozza magát a mondani valót is, hogy jazzel a világ körül. Egy nagyon erős kubai latin jazz koncerttel indítottunk Elzevei és Vinant Gáborral. Olyannyira fergeteges volt, hogy olyan este 9 óra körül végződött volna a koncert, és ott is Elza felállított mindenkit, igen, és mondta, hogy itt vége. Mindenki olyan szép és olyan jó az egész, de hogy ennek itt legyen vége, mindenki pattanjon fel, és mindenkit megtáncoltott ott a konferencia székek között a széksorba, úgyhogy meg hát alig bírta abbahagyni, igazából alig bírták őt is elengedni, és nagyon jól szinte robbant az első koncert. A második koncert egy elég különleges vállalkozás volt, mert hogy instrumentális zene volt, kicsit a balkán, kicsit a világzene, és kicsit a jazz világából, és ráadásul egy nagyon érdekes formáció, a cimbalom és gitár volt, erről hallhatnánk-e valamit? Igen, novemberben ugye a második koncerttel, Elhinger csurkója projekttel folytatódott a koncert, balkáni jazz világába utaztunk el. Nagyon érdekes volt, mert ott talán a Komáromi kislány? Többek közt, igen. Többek közt, mint névdal. Igen, volt, de ugyanúgy volt, cimbalommal. Azt hiszem, ugyanúgy voltak jazz klasszikusok, mint a Karaván, vagy például, hogyha jól emlékszem, volt egy Meola feldolgozás, tehát egy Santana számok, egy nagyon-nagyon érdekes formáció volt. És nekem aztán... egyébként, bocsánat, ami ebben tetszett, az az összhang kettő között, tehát többször ugye én is zenélek, és többször néztem azt, hogy ahogy ők egymásra pillantanak, ez most mindentől függetlenül két férfi, nem azt nyilván arra pillanatosak vannak, hanem azt, hogy amilyen hang, vagy amilyen kapocs van kettőjük között zeneileg, és tudják egymást akár inspirálni, vagy hogy felturbozni a következő számra, meg hát nekem a cimbalom, hogy magyar népdal cimbalom, szerintem én nem is hallottam, pláne nem ilyen ennyire... Azt hiszem, hogy erről a Bori is tud beszélni, mert el kell árulni, hogy a Bori mind a kettőjükkel más-más formációban játszott. Igen, zenéltem velük, hát a cimbalmos úrral még a Besodrom nevű együttesben, a Tiborral, az Ehinger Tiborral, aki a gitárosa ennek a duó formációnak, vele pedig pont az Ivánnal volt egy ilyen kis formációnk, egy ilyen kis kísérletezésünk. Rojovivo együttesben, igen. Úgyhogy volt szerencsém velük dolgozni, illetve hallottam is a duójukat, és engem is teljesen letaglózott, nagyon szeretem. Én tulajdonképpen a Rohovivo, ahogy te mondtad, elődje volt a Borivan duónak. A Borivan duó volt először, egész pontosan, mikor is 5,5 éve alakultunk. Az Iván kinélt 8 évig Barcelonában, aztán hazajött Magyarországra 5,5 éve. 6 éve pontosan, nem tudom. És megkeresett engem, hogy szeretne velem zenélni, és csináljunk valamit. Érdekes, a koncepció aztán már csak később jött, hogy a népdalokat hozzáillesszük az ő dalaihoz, illetve az ő műsorához. Azt tudni kell egyébként Iváról, művész nevén MC Guacho Aljas Iván, hogy ő rapper is, nem is akárhogyan MC-zik, tehát ugye spanyol nyelven, és hát rettentő gyorsan pörög a nyelve, nem is tudom, hogy tud ennyire gyorsan beszélni, és nagyon-nagyon hangulatos. Tehát a duóban is néha megmutatja ezt, tehát ettől ilyen eklektikussá válik. Egy kis funky, egy kis hip-hop is belekerül ebbe a vonalba, de ettől még dögösebb lesz csak. És egyébként balanszírozza azt a, mert igazából egy ilyen nagyon lírai a műsorunk, nagyon, nagyon intim, szeretik is az emberek, mi is szeretünk benne elmélyedni, de jó néha ebbe egy kicsikét kiugrani,
és ilyen kis bulisabb. Igen, nekem pont azt tetszik, mert elárom, hogy én ezért pár koncerteteken voltam már, sőt, még szerveztem is, hogy annyira, tehát az egészen lirai hangulattól a nagyon pörgős, felpörgető számokig minden megtalálható, és olyan bensőséges, jó vagy lirai hangulatot tudtok teremteni, ami a Boriván rajongók egyre szélesebb táborát mozgatja meg. Igen. Egy picit térjünk vissza akkor a sorozatra. Ugye akkor jött egy karácsonyi különkiadás, erről mit lehet tudni? Igen, karácsonykor úgynevezett angyalkoncerttel ajándékoztuk meg az érdeklődőket. Mózes Tamara zongorájával és Bodrogi Éva énekével karácsonyi jazz és komoly zenei ünnepi koncertünk volt. Nagyon sajátos és nagyon felemelő. Nekem zenei hangzásban olyan különlegességet adott, hogy pár percig szinte ilyen különleges világba repültem. Tehát, ez az, amikor így hallgatod a zenét, és nem tudsz megszólalni, mert olyan hatása van rád, hogy nem tud egyáltalán előtte, nem is találkoztál ilyen érzéssel. Igen, tehát kiléptél térből és időből, és a szférák zenét hallgattad. Körülbelül, de tényleg... Ez jó lehetett. Hát Tamara egy picit ugye meg volt fázva, ezt én, mint én is szoprán énekes vagyok, azért az nem Évi tudom... Az Évi volt megfázva, nem? Az Évi, bocsánat. De ez semmit nem ér. Én semmit nem érzékeltem belőle, sőt, el voltam, hogy olyan szoprán hangot adott ki, akár kitartott hangokat, hogy na, akkor én néztem, a barátnőmmel voltam egyébként, őt a karácsonyra meghívtam erre a koncertre, és néztünk egymást, hogy ez mi volt. Úgyhogy még engem is meglepett, de hát ettől művésznő a művésznő, hogy még kicsit náltáson is olyan nagyot amit felt. Úgyhogy hát a Tamara meg a zongora játékával. Ja, hát a pár infót azért úgy utólag elmondok, tehát a Mózes Tamara jazz tanszakon végzett az akadémián, nagyon sokat turnézett Franciaországban, a világ nagy színpadait bejárta, nagyon szívesen játszik akár komoly, akár könnyű, akár jazz zenét, zongorista és énekes. Az Évi a angol zenakadémia barok és reneszánsz tanszakán végzett, együtt turnézik a fesztivál zenekarral, operát rendez, mezitlábos formációban rengeteg vegyes produkciót csinál, tehát ők egy nagyon speciális, jó világgal rendelkeznek, és ez a karácsonyi koncert is ezt képviselte, és hát most pedig méltóképpen zárjuk a Borivan duóval ezt a nagyon szép első évet. Picit még hagyj kérdezem Sacit, aztán Borinak is lenne kérdésem, hogy az Ádám Villának mit jelent ez a sorozat, illetőleg milyen paraméterekkel fogtatok ennek neki, ugye, amikor, tehát hogy volt, hogy láttátok, mi az, ami plusz jelentett, mi az, ami azt mondod, hogy fontos, hogy meg tudtátok csinálni, vagy meg tudtuk? Az Ádám Villa, mint rendezvényhelyszín, ugye a 7. kerületben a Városligeti Fasoron található, ez egy 20-as években épült villaépület, volt igazából lakóépület, de a háborúban több fegyverraktárként, aztán bárként üzemelt, és mi 5 éve, mint Eventicum Kft. Üzemeltetjük, és hát tréningek, konferenciák, sajtótájékoztatók, vagy akár nevesebb ékszerbemutatók, könyvbemutatók mellett, ugye nyáron az esküvő került terítékre, és most már nagyon telített a rendezvénynaptárunk idére is, de már jövőre is érkeznek bekérések, azért, mert egy romantikus, nagyon meghitt helyszín, a kisebb létszámú esküvőknek. Gyönyörű és patinás helyszín, tény és való. Én szerintem a Jóisten is koncerthelyszínek teremtette, tehát tényleg olyan kiváló körülmények vannak. Engem olyan fél éve találtuk meg egymást, és akkor indítottátok el úgymond az első ilyen kulturális rendezvényeteket, ami kifejezetten e felé ment, aminek én nagyon tudok örülni, mert egy nagyon szép és színvonalas dolog volt. Igen, a zene azt nagyon hiányzott ebből az egész létből, amit mi ott képviselünk, és akkor az egyik ügyvezetőmnek ezzel a koncertsorozattal egy nagyon régi álma valósult meg, ő a jazzhez nagyon közel áll, és nagyon szeretett volna valami ilyesmi ötvözetet behozni. Illetve hát a mindig másik termünkben, ugye, aki nem járt még az épületben, annak tudnia kell, hogy a hall, a fogadótérőten a hall részből két termünk nyílik jobbra és balra, a nyugat és a keleti szárny. És a nyugati szárny egyébként a maga beépített dobogójával abszolút bálterem volt annó, ezt a
hölgy, a Liget Évától hallottam, hogy amikor Moszkva bárként üzemelt a hely, akkor is ott volt a bárész a zongorával, úgyhogy nagyon-nagyon jó akusztikája van a teremnek, szinte nem is kéne hangosítás, de hát ugye mi erre mindig készülünk, és profi hangtechnikát hozunk a zenészeknek, akik eljönnek hozzánk, de a másik terem is, tehát hogy mind a két teremben a létszámtól függően tudjuk fogadni az aktuális koncertet, illetve tudunk készülni. Értem. Ti hogy készültek erre a koncertre, hogy milyen elvárásokkal mentek nekik? Már elég sokat koncerteztek, de ez egy kicsi speciális dolog lesz. Mármint, hogy mire gondolsz, miért? Hát, helyszín gondolom. Helyszín szempontjából. Hát mi nagyon várjuk, nagyon szeretnénk egy ilyen helyen zenélni, biztos, hogy nagyon jó lesz, és akkor ezek szerint van neki egy történelme, és én nagyon szeretem az ilyen helyeket, így mindig elképzelem, hogy milyen lehetett mondjuk 50 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, nem tudom, mikor épült. 20-as években épült, 20-as években, akkor hát lassan, igen. Tehát, hogy ezek engem mindig nagyon megkapnak, és jót is tesznek egyébként. Tehát az atmoszféra az mindenképpen tudja emelni a zeneiséget az ott, a helyszínen. Igen, tehát most már az elmondható, hogy ennek a sorozatnak van egy nagyon műjöttek kultúrált közönsége, a támogatói hálózata és egy olyan reklámstruktúra, ami szépen a idők során kialakult, tehát már egy elég bejáratott és bensőséges dolog szerintem, ami nagyon, én nagyon bízom, hogy jól fog fúzionálni abban, amit ti csináltok. Itt egy picit, ha már így belementünk, picit beszéljünk arról, ismét a Satihoz fordulok, hogy ha jól tudom, akkor elkezdtük tervezni a következő 4 hónapot, és ennél már tovább is mentünk, tehát megszületett a következő 4 hónap terve és műsorterve. Igen, márciustól indulunk a következő évadra, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a korábbi dátumtól eltérő március 17-én vel indul az első koncert, ahol is, most nem tudom, javíts, segítsed. Lilian és Konyai Tibor dúó, a nő arcai a zenevilágában. Címmel indulunk. Ez azért érdekes, ugye, mert a Lilian, mint énekes, és a Konyai Tibor pedig brilliáns zongorajátékával, párosulva lesz egy ilyen új ötvözet, vagy itt ezzel nyitjuk meg az évadot. Most úgy tudom, hogy egyébként ez alkalom az angol nyelvű jazz standardeken kívül fognak játszani spanyol, portugál, olasz, cigány, francia és héber nyelvű dalokat is. Hát én nagyon kíváncsian várom, mert... Picit el is hozzáfűzik, én sokszor voltam már koncertjükön, egyszer a nagy Opus Jazz Clubot is megtöltötték ebben, egy jó, szép nagy formációval. Azért lett pont a koncertnek ez a címe, mert hogy Lili azon kívül Rabia Lilia, aki a művésznév mögött rejtőzik, ő tényleg a különböző népek, nációk női arcait tudja ezennyi színben megmutatni, azon kívül, hogy egy nagyon-nagyon jó énekesnő, és Kunyai Tibor pedig soproni zongorista, és nagyon-nagyon kvalifikált, és nagyon-nagyon izgalmasan tudja ki líriai módon bemutatni a világzenéjén keresztül a nő szerepét a színpadon. Ha jól tudom, ezt követi egy nagyon speciális koncert. Puskázok egy pillanat, igen. Április 7-ével folytatódik a Dina Lam Dávid duóval. Jazz és szefárdes lesz egész pontosan. Ahol nem tudom, hogy bővebben is mondjak azért egy pár szót. Hát, Lam Dávid, mint gitárművész, kristálytisztének hangú népzenész szférából érkezik, szefárd zene nagyköveteként is. Pandaridis, kicsit segítek, tehát a Lam Dávidról a Boris szintén, mert itt is összefüggnek a dolgok, egy picit beszélsz a Dávidról? Hát annyit kell róla tudni, és szerintem ma Magyarország egyik legtehetségesebb jazzgitárosa. Én nagyon szeretem az ő játékát, nagyon egyedi módon muzsikál, nagyon, nagyon finoman és nagyon, nagyon mély rétegeket mozgat meg szerintem az emberben. Nagyon szép dalokat is ír egyébként. Igen, ezekből saját szerzeményével fog jönni egyébként. Igen, két napja hallgattam egy közös koncerteteket, úgyhogy a Lámpásban volt, és egy nagyon-nagyon jó koncert volt az új lemezének a Dávidról. Vagy... Igen, van egy zenekar, a Delalam nevű formáció, ahol én vokálozok, ahol éneklek, és hát nagy szerencsémre együtt zenélhettünk pár napja.
Pandariri Zinára meg annyit kell tudni, hogy szinte kiskora óta vonzódik a szefád és ladino zenéhez, azon kívül, hogy nagyon jól énekel jazzt is, és egy nagyon spirituális érzékeny módon közelíti meg a népek zenéjét, és a Dáviddal ez a fúziójuk, ez már elég régóta létezik, sőt, ennek van egy nagyobb formációja, amit sajnos itt most nem tudtok meghallgatni, de azt tudni kell, hogy ők együtt zenélnek még Szokolai Dongó Balázsal és Dés Andrással, és ennek az együttesnek egy kis szegmensét emelik ki most Dina és Lam Dávid egy nagyon érzékeny koncerten, ahol mind a jazz világában, mind pedig a távol-kelet, tehát egy kicsit a szerelem ízeit közel-keleti tájakkal fűszerezve jelenítek meg egy nagyon érdekes és nagyon szép világot. És utána pedig egy igazi sztárvendég, idézőjelben sztárvendég, de egy nagyon nagy művész következik, bár a többiek is nagyon nagy művészek, de Gerendás Péter jazz koncertje, a rock beat és jazz klasszikusokat másképp fognak játszani, ez május 12-én lesz. Igen. És akkor a májusnál tartunk, tehát a nyárnál, és utána, hát ugye szerintem mindegyikük kiemelkedő, de talán ismertebb egy-két embernek a Gerendás Péter neve. Igen, róla mit tudsz elmondani, vagy tudsz-e valamit? Ha jól tudom, akkor az ő pályafutása szinte az félvilágot már beturnézta, mind Skandinávia, mind Amerikában rengeteget zenélt, 15 nagy lemez, 9 gyerek, mint tudjuk. Ja igen, azt tudtam, hogy... És talán még a gyerekei közül is zenélnek, ugye? Dobol. Igen, tehát Fia. Nem, a család együttese van már, tehát a fia, egyik fia basszusgitározik, a lánya zongorázik, a Gerendás Dániel pedig dobol, nem is akárhogy. Igen, őt hallottam azért. Igen, de most a édesapját hallgatjuk, aki szintén a jazzen keresztül, természetesen azért egy-két Gerendás Péter számot is el fog játszani, a rock beat és jazz klasszikusokat egy kicsit egész más szemszögből fogja nekünk bemutatni. Tehát itt akár beszéltünk Sting vagy Polis számokról, vagy Ray Charles, vagy Beatles számokról. Nagyon-nagyon érdekes estének nézünk elé. És Péter egyébként már nem idegenként fog jönni hozzánk, mert képzett Gábor, a karácsonyi rendezvényünk is volt ugye a villában, több karácsonyi rendezvény, és ott az egyik fellépő, vagy sztár vendég, hogyha már te a sztár szót használtad, ő volt. Mint hát egy partner rendezvény volt, vagy céges karácsonyi vacsora, és ő ott volt, ott találkoztam vele, hát személyesen nem a helyszínen, csak hogy a rendezvény szervezőjük által. Igen, mesélte is azért, mert ahogy mondtam, hogy tényleg, és akkor megint megyek ugyanoda úgy, vissza. Úgyhogy akkor gondolom. Nagyon-nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívást, és igen. hogy emeli ebben is a szintet. És akkor a legutolsó pedig egy kicsit a blues és jazz történeti koncert. A Vissza a gyökerekhez címet adtunk neki, ez a Chameleon Quintet lesz, ha jól tudom. Igen, június 2-án lesz a koncert. Ugye mindig csütörtöki napokról van szó, hogyha már a dátumokkal kapcsolatban dátumokról beszélünk, és mindig este 7 órakor kezdődik a koncert, ez nagyon fontos. Csütörtöki napok és este 7 órakor kezdődnek a koncertek. Igen, itt egészen a régi blues hagyományoktól elkezdve Cappáig, a kicsit a jazzig elkalandozva Vojnyi Csatila és együttese fog bemutatkozni. Vojnyi Csatila amúgy is nagy sajtótámogatója a sorozatunknak, és nagyon-nagyon izgalmas koncert elő fogunk nézni ebben kapcsolatban is. És ha jól látom, öten vannak? Öten lesznek a színpadon, úgyhogy akkor... Igen, egy nagyon izgalmas és nagyon jó fúzió felé fogunk menni. Itt picit még a Borihoz fordulok, így röviddel a szünet előtt, hogy szerinted fontos-e az, hogy ennyi oldalról körbejárják a zenét, hogy van-e létjogosultság az ilyen sorozatoknak? Abszolút van, és szerintem kellene is, mert talán olyan világot nyithat meg olyan közönség előtt, akik, hát ezt nem is tudom, hogy fejezem ki, tehát akik nem feltétlenül ismernék meg ezt, mert nem mozognak azokban a körökben, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó találkozás ott. Te a tudsz eljössz egy-kettőre? Én megpróbálok. Terveztem egyébként, csak hát én is ugye muzsikálok sokszor, úgyhogy de nagyon izgalmasnak hangzik a következő évad, úgyhogy, úgyhogy ha tehetem, ott leszek. Jó van. Hát, és hát azt hiszem, az is nagyon fontos, hogy veletek zárul az első, mi évadnak hívjuk, de tulajdonképpen az első ciklus.
Akkor én azt mondom, hogy ezek után hallgassunk egy kis zenét, ez esetben Bori Vándor volt, és a szünet után visszatérünk. Dame un traguito. Dame un traguito ahora, cantinerito. Dame un traguito ahora que nadie mira. Dame un traguito ahora que me da pena. Dame un traguito ahora que estoy contento. Dame un traguito ahora para decirle a la negra linda todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. Dame un traguito ahora que está sonando esta musiquita y esta es la que a mí me gusta tanto. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Dame un traguito ahora, chico, que están bailando. Ott tartottunk a szünetet, mondtad Bori, hogy nagyon sok minden, sok koncerted van, és nagyon sok mindent csinálsz. Hallhatnánk azért valamit erről, ne úgy engedjünk el, hogy csak a Bori Vándorról beszélünk meg arról, hogy milyen formációban van, mondtad ugye Dám Dávidet, és milyen egyéb nagy dolgokra készülsz? Hát most ugye a Dám Dávidnak a második lemeze, a Delellam nevezett zenekarának a második lemeze Invisible címmel meg fog jelenni hamarosan, amin már én éneklek. Ezt nagyon várom, illetve a Borivánnal
ugye már a kiegészült trió formációval tervezünk lemezt készíteni. Erre pályáztunk is, illetve koncertsorozatra is mind a kettőre sikerült nyernünk. Minden kettőn sikerült nyernünk valamennyit, úgyhogy tervezünk vidékre is menni, muzsikálni a Borivan trióval, illetve külföldre is. Ezen kívül Butterfly Effect koncert lesz. Ez az én zenekarom tulajdonképpen. Itt ma beszéltünk róla részletesen a múltkori előadásban, de említsük meg, hogy kik játszanak benne újra. A Butterfly Effect egy kvártettként indult 5 éve, a Vázsonyi János szaxofonozik benne, Kardos Dániel gitározik, Dömötör Tamás beatboxol, és most kiegészültünk kvintetté, egy 5. tagunk lett, Lombos Pál, aki bőgőzik a zenekarban, és remekül kiegészíti a mi kis formációnkat. Itt is új repertoár készül, új lemez, ezen gondolkodunk. Mi nem kezdtük el a készületeket, de nagyon szeretnénk elkezdeni egy új lemezt. Ugye jól emlékszem, hogy te Vázsonyi Jánossal alakítottad ezt az együttest. Igen. Vázsonyi János, ha jól tudom, azért a klasszikus zenébe is nem keveset kirándult, és egy rendkívül egyedi technikájú szaxofonos, tehát egész speciális a Butterfly Effect összetétele. Abszolút, van, érződik a klasszikus zenei előzménye, ami nagyon érdekes a Jancsi zenei történelméből, az szerintem a Bach improvizációs lemez, ahol Bach darabokat játszik és improvizál. De ugyanaz elmondható többiekről is, hogy speciális, rögtön a szintén egyik nagy tettestársas idézőjében mondom, Kardos Dániel, akivel nagyon sokat zenélsz együtt, külön duótok is van, ő, ha jól tudom, a jazzből jött. Ő abszolút igen, a jazzből jött. Jazz-en szagot végzett a Zeneakadémián, és ő inkább ezt a részt hozza. Hát a beatboxosunk, ő meg ilyen hip-hopos kis grúvos dolgokat hoz, de például nála is vannak klasszikus zenei előzmények, a szülei mind a ketten klasszikus zenészek, az apukája zongorista, az anyukája hegedista, és a Kecskeméti Színházban játszanak, ha jól tudom, a szülei, úgyhogy tanult ő hegedülni és zongorázni is, de dobolni is tanult. A beatbox és ennek a műfajnak a szeretete az egész kicsikora óta megvan Döménél. Illetve a bőgősünk, ő is a Doknyányi ilyen... Arról egy picit részletesebben beszéljünk, mert a múltkori riportban még nem volt benne. Tehát, hogy ő hol zenélt és mit csinált? Ő is klasszikus bőgős, és bocsánat, rosszul mondtam, a Honvéd együttesben bőgőzik. Ami nem kis dolog. Bizony. Jól van, akkor egy picikét térjünk vissza, elnézést, hogy csapongok, csak próbálom összefogni a dolgokat. Térjünk vissza egy kicsit a rendezvényre, ugyanis, ha jól tudom, egy csomó olyan szervezet és támogató nélkül, vagy sajtópartner nélkül ez nem jöhetett volna, akiknek nagyon hálásak vagyunk. Erről tudsz-e nekem valamit mondani, Saci? Igen, amikor elindult ugye a sorozat, akkor mi nagyon kerestük azokat a szponzorokat, illetve média támogatókat, akikkel karöltve el tudjuk indítani ezt az egészet, mert ugye mi önállóan, mint rendezvényhelyszín, azért ehhez kedvesek lettünk volna, és a jóvoltodból, illetve a segítségeddel találtunk is jó pár olyan jó érzésű céget, illetve partnert, most már úgy lehet így fogalmazni, akik évadról évadra, illetve hát koncertről koncertre támogatnak minket. Akik szponzorálják magát a jazzzel a világ körül koncertsorozatot, a Progen vállalatirányítási rendszerekkel foglalkozó cég, az Energence, mint könyvelő cég, az IVP, aki egy osztrák bank, a fénymennyezet.hu. Ez egy váci cég. A váci cég. Igen, aki mindegy, és a Fullprint, aki zöld nyomda. Mi nagyon környezettudatosak vagyunk az irodában, én is figyelünk meg szelektíven, hogy gyűjtjük a hulladékot, úgyhogy mintha direkt, de egyébként egész féletlenül akadtunk a Fullprintre, akik zöld nyomdaként támogatják a sajt, vagy a szórólapjainkat, jegynyomtatásainkat és minden egyéb. Ami ezzel... Ezt szeretem, én is az ilyen. ez nagyon jó. Egyébként mindent újra hasznosított anyagból, vagy úgy dolgoznak. Média támogatóink közül pedig az egyik legfontosabb az utazitthon.hu,
támogat minket. Rádióként a Rádió Q, a Muzsika Rádió, illetve ez a porta, ami internet és sajtó megjelenés biztosít nekünk. Az Egyensúlyom Egyesület, a Runyai Stúdió és a Moha Jazz Klub. Igen, tehát ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ezek olyan lelkesen, és szinte mondom, hogy csapat alakultunk, akármilyen szinten nézem ezt a dolgot, és ez köszönet ismételten azért, hogy ez a sorozat létrejöhet. Igen, hálás köszönet nekik, illetve elnézést, de ezt termékmegjelenítést kellett tennünk a sorozat érdekében. Nem is röviden soroltam, úgyhogy tényleg nagyon köszönjük nekik, hogy ennyien mögöttünk vannak, mert így lehet igazából előre haladni ezzel, illetve hát ők ugye ott vannak többségében, mint szponzor, mint médiatámogatók a koncerteken, és most már ugye a negyedik koncerthez érkezve tényleg olyanok vagyunk, mint egy család. Igen, és meg is szoktuk előtte beszélni, hogy na most mit gondolsz, hogy ez milyen lesz, illetve hát hogyha van alkalmunk, akkor utána is megbeszéljük, hogy milyen érzéseket váltott ki belőlünk, úgyhogy tényleg most már úgy vágunk neki ennek a második évadnak, hogy velük együtt folytatóan. És tulajdonképpen, hogyha az Ádám Villát, illetve az Eventikum céget nézem, az szinte ti is egy ilyen családias hangulatú rendezvény szervező cég vagytok, egy kicsit a csapatotokat mutass be. Mi igen, családiasak vagyunk, egész pontosan hatan vagyunk, bár most ezzel egy picit hazudtam, mert folyamatban van, jön hozzánk ismételten, hogy mondják ezt, nem gyakornok. Köszönöm, Gábor. Gyakornokat kapunk január végétől. Én egyébként, mint gyakornok kerültem a céghez, és aztán Ádám Villa értékesítőnek, vagy hát ezt úgy szoktam mondani a fiúk, hogy háziasszonynak avanzsáltam magam. Úgyhogy a két ügyvezető Masbót István és Tárnyék Pál, ők az alapítói, illetve a létrehozói ennek a cégnek. Ők egy korábban is együtt dolgoztak, ennyit igazából röviden róluk, mint barátok, üzlettársak, és mi négyen vagyunk lányok, a rendezvényigazgatónk, Kis Eszter, vele is együtt dolgozunk a Gáborral, tehát, hogy ő mint szakmai te, mint szakmai partner mellett, a Kis Eszterre szoktál. Igen, tulajdonképpen az operációs dolgokat, a ti részletekről az eszervezés, én meg vele szorosan alakítom ki az egésznek a művészeti struktúráját, illetőleg még egy-két szervezési dologban én is besegítek, tehát akár a szponzor kialakításban, a reklámstratégiában, meg még egy pár dologban úgy közösen alakítottuk ki ennek az egész fázát. Igen, meg ő kapcsolódik a szponzorokkal, a média partnerekkel veled együtt, aki ezeket intézi. És akkor a másik két kolléganém, a Taraj Petra, irodai munka, és minden, ami iroda, azt lehet mondani, bár az egész más, de ő az, aki, mi ezt úgy, ezon szoktunk nevetni, a Petra az, aki mindent megold, ő az, aki összefogja a csapatot, és rá minden mellett számítani, illetve a Barbie, aki a külsős rendezvényekkel kapcsolatosan... Sipos Barbara, bocsánat, igen. Átugrottam, mert ugye mi nagyobb céges családi napok és céges rendezvényeket is bonyolítunk, és a Barbie ezért a felelős, illetve intézi ezeket. Akkor egy picit fúzináljuk újra a dolgokat, hogy mit jelent a cégetek életében az, hogy egy művészeti dologba vágtatok bele, ezt már próbáltam mondszolgatni, és az, hogy kicsit a kultúra irányába mentek el. Mit jelent élmény szinten, mit jelent szervezési szinten, mennyiben más, és mennyiben jobb, vagy nem jobb? Még egyszer, amikor a Rönyi Gábornak az Egyensúlyom Egyesületnél adtam interjút, én mondtam ott, hogy minket az nagyon meglepett, hogy mennyire felgyorsult ez az egész. Ugye terveztük, álmodoztunk róla, terveztük, és amikor ez az első koncert elindult, annyira felgyorsult, hogy mi csak így kapkodtuk a fejünket. A lányokkal meg szoktuk beszélni, és mindig készülünk erre mi személyesen is. Ugye a regisztrációt, a vendégfogadást intézzük ott a helyszínen, meg tulajdonképpen így a résztvevőknek a idézőben pátyolgatását, és mi készülünk ezekre minden koncertre. Vagy nem tudom egész pontosan, mire gondolsz. Hát átszervezte, igen, az Ádám Villa életét egy picit, hogy bejött a zenei irányvonal. És most már ugye ezzel kapcsolódva nem csak mint rendezvényt találnak meg, hanem mint zenei rendezvényt.
Igen, 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 igen. Úgyhogy milyen nagyon örülünk. Annyit mondj meg, hogy aki érdeklődik az rendezvény után, vagy Borivan Dóra akár jegyet akar venni, vagy mélyebb információkat szeretne, az hol talál meg titeket? Igen, jegyet kizárólag elővételben tudnak vásárolni, vagy a helyszínen nálunk, az Ádám Villa oldalon, vagy a jazzkoncert.hu oldalon tudnak igényelni jegyet, és akkor igazából fizethetnek átutalásra, és személyesen elég, hogyha a koncerten veszik át a jegyet, viszont a hangsúly az tényleg azon van, hogy elővételben tudnak jegyet venni, mert hogy főleg ugye egyre nagyobb az érdeklődés, és nem tudjuk garantálni, hogy maradnak. Hál' Istennek utána már nem nagyon tudunk pluszba kalkulálni, mert hogy azért egy megszabadítás. Tehát maximum 100 és minimum 50 emberrel tudtok számolni, ha jól számoltam. Hát inkább 80, mert hogy igen, azért mi egy pici rendezvényhelyszín vagyunk, egy ilyen kis családiasabb, úgyhogy igen, a jazzkoncert.hu-n még egyszer mondom, ott lehet egyéb információkat is találni a koncertsorozatról, illetve jegyeket ott lehet foglalni. Kicsit térünk vissza Borira, mert itt már fiatalkor, de egy nagyon jó zenei történettel rendelkezik, és nagyon, ahogy lehet hallani, nagyon sok felé vagy nyitott. Itt már beszéltél, hogy a Butterfly Effectről, beszéltél a Borivan Dóról, beszéltél már abban, hogy énekeltél több, talán Európa és Magyarország legnagyobb és leghíresebb és egyik legényesebb együttesebb a Bésodomban, és ha jól tudom, akkor még csak 19 éves voltál. Amikor ott elkezdtem, igen, igen, igen. Hát ott abszolút belecsöppentem a mainstreambe, a Bársodrom által. Nekem nagyon tetszett, nagyon sok helyen jártunk a világon, nagyon sok tapasztalatot szereztem, és abszolút a mai napig szerintem befolyásolja a zenei ízlésemet, illetve irányultságomat. Ugye a zenekarokban közös az, illetve amit el lehet mondani rólam, az én profilom az, hogy kísérletezem a népzenével és fúzionálom néha egészen extrém módokon, tehát néha elektronikus zenével. Ilyen is történt. Pedig ez szerintem a mai idézett pop világában ez többször előfordult, ugye meg. Hát igen, csak nem mindegy, hogy hogyan passzintjuk, mert ugye tehát sokszor előfordul az, hogy népzenei, vagy népzenés, inkább így mondom, motivumokkal látják el. És akkor? Én konkrétan azt sem, hogy én egymás mellé rakom, mint egy puzzle, megfogom a népdalt, úgy, ahogy van autentikus formájában, és beleélesztem a zenei környezetbe, nem pedig egy dallamot formálok ilyen popposabb dologgá. Tehát ez nagyon fontos. Volt egy zenekar, az Analóg Küvé, akik 2006-ban az MTV-nek csinálták a zenei arculatát, ami egy ilyen elektronikus formáció volt, de használtak élőhangszereket, például cimbalmot, csak picit így ilyen modern formában megeffektezték. Mindenkinek szerintem beugrana, hogyha most hallaná a szignált. És ott végül is ebből csináltak egy lemezt, és ebből lett egy élő zenekar is, ami koncerteken játszott, és ide kértek fel, hogy énekeljek. Azt hiszem, ez is nagyon fontos, de mondtad a Bésodomot is, vagy a Borivan Dórt, amit január 28-án meg is hallgathatunk, de ezen kívül még nagyon nagy, és hát Dávidot is említetted rögtön, de ezen kívül még van egyéb, tehát te ez a kísérletező játékos típus vagy, aki azért bizonyos határokat akkor is megtart, és így mer egy picit bátor lenni. Ez, honnan jött ez a mentalitás neked? Hát, ezt nem tudom. Genetika. Nem tudom, igazából nagyon sok, lehet egyébként, nagyon sok, tehát mondjuk egyébként ez nem is butaság, amit mondtam, mert az édesapám az nagyon-nagyon nagyban befolyásolt az én zeneizésemet, az édesanyám is egyébként, de apukám az, aki nagyon sokfajta zenét hallgatott, és általa megszerettem bizonyos zenei műfajokat. Tehát ugyanúgy hallgattam rockzenét és popzenét is gyerekkoromban, mint népzenét. A népzene az abszolút magamtól jött. 9 évesen kezdtem el népéneket tanulni. Nagyon-nagyon szerettem a mai napig. A leginkább a magyar népzene tud engem megérinteni, azt hiszem.
És egyszerűen nem tudtam eldönteni, hogy mivel foglalkozzak, minden érdekelt egy kicsit, mindenfelé nyitott voltam. És talán ebből jöhet a kísérletezés, hogy ami konstans az a magyar népzene, amit nagyon szeretek, és a magyar népdalok. Pedig szerintem itt manapság nagyon kevesen hallgatnak magyar népzenét. A fiatalok körében szinte én azt tapasztalom, hogy néha ilyen égő, hogy én magyar népdalokat dehogy is hallgatok, vagy dehogy is éneklek. Pedig az én generációm, mi a testvéreim is nagyon sokszor éneklünk csak úgy, akár rendrakás közben, vagy a társadalás közben felcsendül egy-egy népdal, és ezt tökre szeretjük, és szerintem ez nagyon fontos a hagyományőrzés mellett az, hogy igenis tudjunk magyar népdalokat énekelni, mert hogyha most megkérdeznék az utcán egy fiatalt, hogy énekelje már el egy népdalt, kíváncsi lennék, hogy hányan tudnának. Hát igen, sajnos, erre talán jobban fel kéne hívni a figyelmet, de talán most van egy-két ilyen kezdeményezés, például ez a nem tudom, hogy mondhatom el, Röpőipáva, amit szerintem egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, mert én azt látom, hogy kezd cool lenni a népzene megint, csak hogy egy ilyen mai napi szlenget használjak. És tehát igazából ez kéne a fiatalabb generációknak, a fiatalabb gyerekeknek szerintem megmutatni, hogy a magyar népzene igenis jó, és értékes, és abszolút van aktualitása ma is. Hogy mondjam el erről egy nagyon friss élményemet, pont szilveszter éjszaka hallgattam magyar népzenét, mert azt tudni kell, hogyha Bori nagyon érzi magát koncert után, vagy valami, akkor utána leül barátokkal, és hosszan, igen, és ez egy nagyon friss élmény volt, de nem először hallottam, amikor majdnem 30-40 percen keresztül a legkülönbözőbb féle és fajta népdalokat énekelted, és magyar azokat is fűztél hozzá. Igen, hát néha így rám jön, és tehát nyilván kell hozzá azért közönség is, aki erre vevő, és jó érzés megmutatni ezeket a dalokat olyan embereknek, akik nem feltétlenül ismerik, és egy kicsit mélyebbre vinni őket ebben a világban. Talán amit csinálok, az egy kicsit misszió is. Vannak radikális népzenészek, akik azt vallják, hogy nem lehet a magyar népzenét mással vegyíteni, az úgy, ahogy van, autentikus formájában. Én ezzel abszolút egyetértek. Annyival kiegészíteném, hogy szerintem lehet, csak nagyon-nagyon finoman kell hozzá nyúlni, és nagyon óvatosan kell csinálni. Tehát mindenképpen meg kell hagyni a dalnak a magját, vagy? Az eredetiséget. Hát igen, az eredetiséget, igen, tehát az autentikus formáját, magát a dalnak. Az is nagyon érdekes a te pályafutásodban, hogy nézni, hogy nyíltál meg a különböző stílusok mellé, mert ugye a Bésodom hozta be, én most csak hasonlítok a balkát, meg egy csomó mindent, de aztán így egyre több dolgot emeltél be ebbe, ezt lehet-e tudni, hogy történt, vagy hogy alakult az érdeklődésed? Hát ez... Bocsánat, nem érdeklődésről beszéltek, hogy a repertoárba kerültek be, tehát érdeklődés is, meg repertoár szinten is. Igazából ez, ahogyan értek ilyen benyomások, zenei benyomások, ez ezzel együtt nőtt. Tehát volt egy ilyen időszak, amikor az elektronikus, tehát én is hallgattam elektronikus zenét, és egy kicsit ebben ástam mélyebbre. Akkor ez emiatt volt, mert nagyon sok ilyen zenét hallgattam. Ilyen kísérleti zenét is például, nem tudom, hogy Amon Tobint ismeritek-e? Nem ismerem, de pár szót mondaná róla. Ő egy jazzdobos volt, mindegy, de csinált egy ilyen elektronikus lemez, nagyon érdekes dolgokat csinált, tehát ez egy kicsit már ilyen undergroundabb vonulata, tehát amikor elektronikus zenéről beszélek, akkor abszolút kísérleti zenéről beszélek, és olyan műfajú zenéről, ami nem a mainstream, ami nem ez az egyszerű, lecsupaszított tuc-tuc diszkó. Ezen kívül meg, hát nyilván, ahogy voltak ilyen találkozásaim zenészekkel, ezek is hatottak rám. Maga, hogy idősödik az ember, változik a zenei kultúra, és egyébként, amit te is mondtál, hogy ahogy felnőttél, például ezt már említettem neked, Gábor, hogy én nekem gyerekkoromban, az autóban, meg amúgy is mindenhol a Kledermond szólt. És nekem a komoly zené az belém ivódott szó szerint, tehát ne szívtam magamba gyerekkorom óta, tehát nekem nem égő, sőt, ami legjobban kikapcsol, hogyha koncentrált munkát végzett, az, hogy a komoly zenét rakok be, és szerencsére a lányok is egyébként benne az irodába igénylik. A Barbie kolléganőmmel szoktunk, hogy Mozartot, vagy Bach, vagy akármilyen válogatást berakunk, és arra dolgozunk. Uh-huh.
néha van, aki meglepődik, hogy felhozzánk az irodába, és akkor mi a bajotok, hogy ilyen zene szól, mert ez tényleg meglepi az embert, hogy ilyen zenét hallgat. Én nagyon szeretem, és szerintem ez egyébként bizonyít kutatásokkal bizonyították, hogy mennyire kikapcsolja az agyat a komoly zene. Én is nagyon szeretem. Egyébként még visszatérve például a keleti zene felé van egy barátom, David Gyengiber, ilyen vele is zenéltem. Azért mondjuk róla pár szót, mert azért nem semmi, amit igen, ő csinál. Örmény származású zenész. Harmonika művész? Harmonika művész, így van. És ő mutatta meg nekem az örmény zenének például a szépségeit, de egy időben nagyon sokat hallgattam román zenét is, például abba is nagyon, nagyon szerettem elmerülni, illetve közel-keleti zenét. Volt egy barátnőm, most hogy van egy barátnőm, akivel Moszkvában találkoztam, ő egy libanoni énekesnő, ő meg ilyen jellegű dolgokat mutatott nekem, és most van az egyébként, most már az elektronikus zenét elhagytam, kinőttem, és most elkezdtem például klasszikus énekkel foglalkozni, és nagyon-nagyon-nagyon élvezem. Mindig is szerettem a komoly zenét, de úgy érzem, hogy most érettem meg rá igazán. És hát terven is van egyébként. Hát nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon szívesen faggatnálok még arról, hogy a komoly zene hova fogja kinőni magát, bár szerintem erre ma még nem kapunk választ, azt hiszem. Még nem tudom én se, hogy hova. Lehet, hogy csak egy ilyen kis kettelés, vagy hobbi szinten maradt. Itt akkor két dolgot felteszek mind a kettőtöknek, hogy ezek szerint a zene szeretete és a nyitottság, úgy értem, a sokféle befogadás az fontos egy mai ember életébe? A te példádból is utalva rá. A nyitottság? Igen, tehát akár, hogy te ennyi zenei stílus felé vagy nyitott, és az, hogy az ember harmóniában zenét hallgasson például. Hát szerintem fontos, hogy nyitottak legyünk, mert azt szerintem a saját rétegeinket is sokkal jobban meg tudja mutatni önmagunk felé. Tehát, hogyha valaki folyamatosan death metal hallgat, szerintem az nem feltétlenül építi, bár meg tudom érteni. Én, mármint, hogy mindenkit meg tudok érteni, persze, de én azt magamon vettem észre, hogy olyan rétegeket nyit föl bennem, olyan részekre jutok el a lelkemnek, ami lehet, hogy másképp nem működne. A zene egy nagyon jó csatorna erre. Tehát teljesen másképp gondolkodom, például amikor klasszikus zenét hallgatok, és más állapotba kerülök, amikor egy ilyen progresszívebb elektronikus zenét. Nekem mind a kettőre szükségem van, úgy érzem, vagy volt. Én ezt gondolom. És akkor végül azt mondom, hogy mind a kettőtől kérek egy fél mondatot, hogy csináljunk kedvet a műsorhoz, és akkor kezdjük a Borival. Már úgy értem, hogy a január 28-ai Ádám Villás koncertre, hogy miért érdemes eljönni? Hát szerintem azért érdemes eljönni, mert ez egy nagyon különleges dolog. Szerintem teljesen egyedi, ilyet nem nagyon hallhatnak máshol az emberek. Úgyhogy, ha valaki szeretne különleges latin-magyar népzenei fúziót hallani, dalokat hallani, akkor azt szeretettel várom. Saci? Szerintem meg azért érdemes hozzánk eljönni, hogy egyrészt megismerhessék a helyszínt, mint Ádám Villa, de másodszorban pedig az, hogy azért, mert ugye egy csütörtök estéről van szó, tehát a hét végéhez közeledve, de nem a hétvégét felrúgva, a hétvégi programot nehézkesétéve, mégis egy olyan zenei élményt adunk estére, amivel egyrészt kikapcsolódunk az egész hét nehézségeiből, kicsit az agyunkat, meg a testünket átadjuk a zenének, ami szerintem nagyon jó csatorna, amit te mondtál, és itt teljesen más távlatokat tudsz kinyitni, akár komoly zenét hallgatsz, akár kicsit keményebbet, vagy country zenét. Én ezért hívom a részvevőket. Hát azt hiszem, ez mind a kettő nagyon szép végszava volt a mai riportunknak. Köszönöm szépen Borinak és Sacinak, hogy eljöttek, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet!